Megcsinálom a kis videót, amit ígértem. A biciklis fejlődéseim a továbbjai. Próbálom beállítani a kamerát. Tehát nem ők egy operatőr, na vagyok őszintén, de nem baj, nem is kell. Tehát itt vannak a bringáim. Igazából a GT előtt volt egy Chromolive Dane Eclipse bringám. Azzal indultam először túrázni, azzal voltam Velencében, ha minden igaz. Utána már ő, igen, ő volt a velencei túrámon, ő volt utána, amivel voltam Prágába, Krakkóba. De ez egy másik történet. Azt nem is tudom, egy 6 évig használtam, egyszerűen eltört a hátsó villapapucsa, de hát az is egy, az még biopész hajtókar volt, arra még emlékszek. Ezt nagyon akkor tudtam, meg egyszer visszavittem, hogy valami nem jó, mert tojás alakú ez a szar, mondom, ez hibás, meg kopottak a fogak. Na így indult az embernek a bringázása, aztán visszavittem, furán néztek, nem össze rögtek, azt hitték poén. Aztán rájöttek, hogy nem igazán értek a dolgokhoz, most sem, csak ennyit fejlődtem. Na, van nekünk egy GT-nk. Ez a GT, kérem szépen. Ja, hogy miért csinálom ezt az egészet? Ezt azért csinálom, mert nézem, hogy most is kérdezgetik, hogy akarnak venni egy bringát, és mondjuk ők vesznek 200.000 forint egy bringát. 200.000 forinté. És akkor az ember kellemetlenül érzi magát, hogyha odaírod neki, vagy odaírjuk nekik, hogy hát figyelj, mert ha őszinte vagy, akkor azt mondja, hogy te egy nagyképű bunkó vagy. Ha nem ész oda semmit, akkor bunkó vagy, mert nem ész oda semmit. De nincsen középút. Na, ott az amatőr fotósunk, ott kukkol. Ezek ott az titkos fotós felteszi biztos a Csáli csoport, hogy na ez a hülye videót csinál már megint. Na mindegy, nem számít. Ez van, gyerekek. Na, kezdjük el akkor. Halló, Tipri csavar. Elviszlek tekerni, aztán nézhetsz majd megint. Na, van nekünk egy GT-nk. Itt van egy gyönyörű GT. Ez először megnézzük, és majd utána csodálkozunk, hogy ez mennyibe került akkor, amikor akkor Manitou teleszkóp volt már rajta. Akkor is dupla falu felni. 3x7-es volt. Egy STX váltó volt rajta, ami mostanáig ketyeg. Nem keveset volt használva, hiszen a fiam is egy kerekezett vele. Tehát ő is nyomatta. Ez gyári, ez egy polír alumínium, ugye ez a GT. A maticát azt már utólag lett hozzá rendelem, az már elkopott. Ugye ez a Akera váltó van, egy egyszerű, hogy akár is nézzük. Hát ennyi. Ilyen. Itt volt egy technikus ráragasztó, csak szegénykém elkopott. Ennyi. Így néz ki. Hát a súlyáról ne is beszélni, olyan könnyű, hogy ez nem igaz. Ez egy 26-os hibátlan kis bringa, V-fékkel. Ilyen állapotban van. Tehát bármikor mozdulatra kész. SRAM. Ezt nem is láttam. Ez igazi rajta? Ezt nem is láttam, hogy SRAM a V-fék. De az basszus. Na, tessék. Hát akkor erről ennyit. Volt neki egy törése, egy repedése, Vácon van egy nagyon pöpeci csávó, ez itt meghegesztette, azt hiszem, hogy itt elől volt egy ilyen függőleges repedés, és ennyi. És ez így van egybe ez a canga. Tehát gondolom nincsen kérdés. Az egész, hogy gyáriak az agyak, ugye gyári agyak vannak benne. Akinek mond valamit ez a... Ez a felni, mond csak valamit, cézi, hát ez... Van kérdés? Hát ez így néz ki. Ez a bringa, meg lehet tippelni, ide jövünk. Meg van neki a papírkel. Ja. Kezelési út részletre vettem természetesen. Kis fiatal kis koromban. Na azt mondja, hogy 98. 1998, az vagyok én a Sándor János gyönyörű írásommal. Ugye itt van GT, Bekúc, 113.000 forint volt. Na most 98, ez, na most jön a nagy számolás, 2 ugye a 2000, most van 23, tehát 25 éves. Az a bringa ott, 25 éves gyári agyakkal, szerintem jó küllő is csak húzogatva volt, fiam kerekezett vele évekig, ezzel járt, ez volt neki. Hát én is ugye, azt hiszem 10 évig jártam vele, de ez majd ki fog derülni. Tehát 113. Ezt oda fogom majd tenni, ez a bringa.
Aztán, most azt ne nézzétek, ugye. Erről van egy videó, ezt alakítottam át airbike-ra. Ezt ne nézzétek. Jöhet átalakítva, erről van a kis TFS 500-os átalakítás a videó. Na, nincs kérdés. Ez váltotta le őt. Tehát a GT-t leváltotta egy TFS 500-os Merida. Nincs kérdés, ugye? Akkor ez RockShox. Még akkor V-fék, de már elő van készítve ugye a tárcsafékre. Ez gyári, csak mondom. Tehát az agyakat is, hogyha ha nézegetjük. Ez, ugye? Ez a kis Shimano agyafék miatt, igen, a tárcsafék miatt ilyen. De meg ugye a nyelvet rá lett. Mondtam, hogy nem értek hozzá, én csak pofázok. Mert ez így néz ki. Gondolom látszódik a minősége neki. Ez gyári matrica, tehát nekem minden, ami ezen van, ez gyári. Igen, hátul is akkor azért tárcsafék előkészítve, XC. Szegény kémit egy kicsit megkapott valami esésnél, úgy látom, mert még egy horpadás is van. Hát ennyi. Így néz ki. Ez az átalakítás, ugye ezt én csináltam, őt ezt elektromosítottam, ezzel nem akarok sokat pofázni. Igazából ugye ezzel van egy videó, hogy a haverok miatt csináltam, mert nem fogok venni országút itt, mert gyűlöm azokat a kerekeket. Ezért ezt itt volt, átalakítottam, ráköltöttem pár százezer forintot, és technikailag tekertem vele, majd bedobok egy-két linket, lehet látni, 256. Tehát vígan eltegeszve 27-es átlaggal. Az aksia ugye 1240 wattórás aksival van, ez a Bafang motoros móka. Na hát így néz ki, hogy ez egy Deor váltó van már itt rajta, akkor még nem tudjuk, hogy hány éves ő, már én sem tudom, megmondom őszintén. Hát ilyen gumit kapott, ugye ez 26x175-ös gumit kapott, én vékonyabbat nem akartam rá. Persze ezen terep gumika volt, de így. Hát itt ez zárható már. Na jó volt, ez a saját Deor Shimano, ugye. Ez, hát persze a hokuszpok mindenhol ott figyel, azt azért tudjátok, aki látta a videót. Szia, melyikünk ezen nincsen. Na, hát ezt leváltotta. Erről ugye azt mondjuk, hogy 25 éves. Itt van neki a papírja, kezelési útmutató. Kedves Ildikó volt még az eladó, ugye a Wilkerbe vettem ezeket a bringákat, ezt is ott vettem. Ugye látszik az ára 140 ezer forint volt. Előleg 70, utána pedig részletbe fizettem. 2009-ben. Ez azt jelenti, hogy 11 évesen cseréltem le a GT-t. Tehát 11 évesen cseréltem le. Ez akkor 140 ezer forint volt most. Ilyen 150 ezer forint, aki akarnak, 100 ezer forint, aki akarnak bringát venni. Tehát azért mondtam, hogy egy kicsit abszurda az egész. Tehát ez 2009-es ez a bringa. 2009. Hát itt, ami leváltott. Szintén Merida, hiszen nekem a Merida nagyon bejött. Igazából ugye ezzel az volt a gond, hogy ez is 26-os volt, de hát használtuk egy jó darabig, mindjárt kiderült, hány évig használtuk. Aztán leváltott őt egy Franco kis Big Nine 300. Egyik legjobb bicikli, tehát ez egyik legjobb ringa. Legjobban használható az én szintemen. Erdőbe használtam évekig, hogy elkezdtem erdőenni. Aszfalton ugye még hosszabb ideig. Gondolom nincs kérdés. Ugye? Ezekről a dolgokról. Ő azt mondja, hogy 3x7-es volt. Igen, ő 3x7-es volt. Összem, hogy 8-es vagy 9-es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3x9-es. Hát ugye ez is cserégettük le akkor, mert már éreztük a haladást. Ez pedig 3x10. Ezt nem kell számolnom, ezt tudom. Hát ez a Deor. Ez 3x10-es. Hopp, kicsit kulacs tartó. Na ilyeneket. Ugye ezért az odavágós, még a kulacs tartó is. Hopp, ezt most akarítottam, ezt az ajtam, hát ez szép. Na, tehát így néz ki. Ilyen állapotban van. Csili-vili. Tisztán látszódik. Hát igen, felul az nem egy nagy szám a Szontúr. Mondjuk gondolom itt a vázunk, minden maga anyagi részébe ezt sikerült beletenni. Úgy valaki kérdezte, hogy milyen pedált, hát ez a pedál szerintem ami örökös, ha jó használod. Egyik ilyen fele-fele, hatalmas, jó, imádom. Tehát ez, és csak Shimano.
Tehát ez nem is kérdés. Ugye ez 29-es már. Ez egy csodálatos kis szerkezet. Na, igen. 19 óra 48. Hát szól, mi a tököm? Na, nézzük. Jó, Big Nine 300 papírja. Oda lapozunk, hogy megkeressük, mennyibe került, meg mikor. Ezeket nem bírom megegyezni, nem is. 2017. 2017-ben volt. $248,000. Az azt jelenti, hogy ha az 9-ben vettem, 2009-ben, ez is 8 év, tehát átlag 8-10 évente. Hát 10-11 évente van így egy bringa, amikor ugrik, de hát ugye a 29-es keréket, ezt már ilyenkor 2017-ben vágyta az ember, mert mindenki olyan gyorsan ment, hogy nem tudtam velük menni. Tehát $248,000 volt akkor, 17-ben. És ma akkor sem mondható ez soknak, mert így alap volt, majdhogy nem. De hát ugye láthatóak ezek a bringák a 25 évesen is, a 15-14 évesen is, akkor ez 7-es, akkor ezen. Hol járunk, mert már elvesztem én is a fonalat. Azt mondja, ez 17, ez 3. 6 éves ez a bringa. Na most ide jött egy Covidunk. A Covid szült nekünk egy, láttam egy ilyen akciót, ki volt éve, marha jól nézett ki, majd berakom a gyárit, hogy hogy nézett ki ez a bringa, amikor megvettem. Igazából megtetszett. Aztán beütött a Covid akkor, és akkor láttam, hogy elbájkos, átalakításos. Elkezdtem keményebben erdőbe járni, és akkor megvettem ezt a bringát. Igazából ezt csak hobbi célra vettem. Nem ez a villa volt benne. Értelemszerűen kapott egy manitut. Azért milyen érdekes, hogy már akkor is nem tudtam, hogy egyáltalán ez ilyennek számít, vagy hogy ez név, abban a korban fiatalon. Nem foglalkoztam, a gőzöm se volt, hogy ez egy márka. Hát ez nem egy nagy szám bringa, ezen azért már mindenki lett cserélve, SLX fékekre. Hátsó sort ki lett, mert egy vacak 3x9-es volt rajta, de hát egy elég gagyi. A váltó is ugye ki lett cserélve, muszáj volt. Hát és erről vannak videók, erről nem is beszélek többet. Ezt tudjuk, hogy mit kapott. Ugye ez egy 26-os kerék, de mivel ugye brutálka gumi van rajta, ezért brutálka gumi igencsak magassá teszi, tehát vetekszik, már látszik is, hogy a fantikkal majd szinte vetekszik. Hát ugye ez a bringa, ez 190,000 forint volt akcióban, és akkor rá lett költve, hogy ilyen bitang legyen, a fejlődésünket megadta. Egyre között, mint a 1 milla rá lett költve. De ez igazából a Covid alatt nem is tudtunk másra költeni, tehát másra nem is költöttünk, nem is mentünk sehova. Erdő maradt, tekertünk, ezért ezt született. Aztán még jobban beindult a buzulás. Aztán jó haverokkal, barátok lettünk. Viktor mondjuk 20 éve ismerem, de nem tudtam, hogy ő is ezt nyomatja. És hát akkor éreztem, hogy ez az én utam. Ja, és akkor eladtam a Hondát, volt egy CRF Hondám, és mondtam, hogy ezt eladom. A Marit imádom, tehát ez a videóban is látszik, hogy tartva van, tehát nagyon csípázom. Ezért úgy is döntöttem, hogy ha eladom a CRF Hondát, akkor veszek egy olyan e-bike-ot, ami nem lesz jobb, mert nem jobb. Tehát ezt megmondtam, hogy technikában jobb, meg lefelé ösztönös fuli, meg az ára majd tükrözi ezt az egészet. De szeretetbe és menetbe, motor dinamikába is, amit a motor segít, az nem mondható jobbnak 3 millió kettőjé. Nem annyi vettem, természetesen, mert magyar vagyok én is. Használtam, vettem, egynek néztem utána, hogy hivatalosan ugye elhozza a srác, akitől vettem, tehát vállalta az arcát, vállalta, hogy ő. Ezt kintről hozták be, ez konkrétan 14 kilométer volt benne, 14. Tehát azért mondom, hogy nincs kérdés erre. Akkor nem titok, 1,9-é vettem, tehát nem titok, nem bántam meg, de tehát bringekkel az ember úgy van, hogy utána ez kész, ez megvagy. Tehát az életed végig ezzel kell, hogy helyre közel. De 10 évig biztos, hogy megvagyunk.
Hát így néz ki. Ja, ucsó-ucsó, erről sokat nem beszélek, ezt bemutattam, videót csináltam róla. Igazából nem is tudom, hogy mit mondhatnék erről a bringáról, hiszen ehhez én már hülye vagyok magához a technikához, zebesteló. Ezt tudom, ez a debonéres móka, hogy valami visszafele is segít, megy. Ugye, ami engem megfogott, ez a látvány, amikor ezt megláttam. Én azt mondtam, hogy oké, ez az, amit a Honda CRF helyett ugye fogok venni. Technikailag megmondom, hogy ez ugyanolyan örömet okoz, mint egy motor, hanem nagyobbat, mi vagy szeretek tekerni. Tehát ezért, mert szeretek tekerni, nekem ez nekem nagyon jó. Ez nekem így nagyon jó. Hát ilyen. De hát ez látható sok helyen. Na és akkor itt jön, amit kihagytam direkt a sorból. Ez ugye, ez előtt vettem. Ezt technikailag egy terepre vettem, mert kifutott a Big 9 300, az kevés volt, meg ugye javasolta a szerviz, hogy ketté fog törni alattam a túráimat ismerve. Tehát ezeket a 50-60-as tempókat a köveken, ezt nem kimondottan, ezek a trekkingeket tervezték. Ugye volt küllőtörésem a Balatonnál, ez is benne van videómban, de tehát fáradt el, nem arra van kitalálva, és akkor gondoltam, hogy egy ilyet veszek. Ezt a bringát technikailag a fiam találta. Hát ez megint csak egy álom. Tehát erre csak annyit gondolni, hogy egy szuper bringa, szuper jó vele menni, könnyű, kényelmes. Csak hogy arra, amire nekem kell. Ezt ugye tavaly vettem. Ez munka után tekerni. Ez nincs el fizikumom. Van, aki ezt bevallja, valaki nem. El lehet vele menni egy rövid időt, egy-két órát itt a környéken, de hogy délután egy 70 kilométert, ez nem erre van. Tehát ugye ez nem erre van, ez a bringa, de hát amúgy egy gyönyörű. Tehát ez nem arra van. Most ugye ezt az egész videót azért csináltam, mert én kíváncsi vagyok másnak is a fejlődésére, de az enyém az röviden és tömören ennyi. Ez a bringa, ugye ez a Koratek van, ez egy imádni való bringa, de én úgy szeretek tekerni, hogy itthonról elindulok, és 100-140 km-et letekerek. Vagy akár amit megcsináltam, amit bele is raktam a Strava-ról, akár 256-ot. Nekem ez volt az álmom. Én a bringázás, mint sportérték, az a másodlagos. Nekem az első a túra. Tehát az, hogy elmenni vele. És egy ilyen fulival nem fogsz tekerni analóggal 150 km-t, ez ugye hülyeség is lenne, hisz nem erre van kitalálva, a Koratek sem erre van, csak hogy ugye a fiam, amikor vette, felhívtam, nagyon jó fej volt a tulaj, ez ennek az ára, ennek egy érdekes a sztori, ezek a bringákat, ugye ezeket a bringákat a Covid előtt valamilyen megszűnt talán ennek a forgalmazása, ezek ilyen 1.3 millió bringák voltak, és gondolom, ami kapcsolat révén ezeket felvásárolták, Balatontól kezdve szárulgatták, ezek ilyen 600 000 forint körül árulták őket, 550 volt dropper nélkül, és mi találtunk egy 550-es dropperrel. És akkor megkérdeztem a tulajt, vagy mi lenne, ha 2-t vennénk, akkor ugye nem volt meg még az airbike, és azt mondta, hogy akkor 500-i ad egyet. Na most egy dobozba zsíruljonan. És akkor azt mondtam, hogy ez a bringa, ez hogy fog lógni, és csak előveszem itt, amikor egy ilyen rövid távra akarok, hogy városba venni, poénkodni, lépcsőn, arra hibátlan. Tehát biztos, hogy nem adnám el, és azért láthattát, hogy az összes bringám úgy van karbantartva, hogy még 25 évet ki fognak bírni. Tehát én folyamatosan szó szerint olajos rongyal törlöm a vázakat,
ugye határaimat tudom, nem óhajtok annyit borulni. Hozzáteszem, a Mali azért kapott, annak ugye volt egy törési arra is, csak a törést mutattam, a videó még nincs kész, hogy megcsinálták. Tegnap tekeltem le egy frankót, bitang jó lett, tehát bitang jó lett, de ez a merev hátfal, ez most már nekem is dropper nélkül, meg az, hogy egy kép halálos, hogyha már a fantikkal menti, csapog a gondolatom, tehát így össze-vissza csapongok. Na mindegy, szóval ez a korateket azért vettem ki a sorból, még igazából a bringám, de ő egy ilyen szökőéves bicikli. Tehát ma délután betekerek vele Vácra, poénkodok, tök szép, meg jó erdőbe, de nagyon keveset fogok vele menni, mert amikor jön az emelkedő, és ott szívsz, amikor fáradt vagy munka után, akkor az már nem az én dolgom, és nem élvezem. És hogyha nem élvezed, akkor nem. A fiam az úgy jött, a ő koratekje, ugye ugyanilyen van neki, az e-bike-okkal. Ez látszódott is, ő tudott vele így tekerni, 20 éves, 60 kilo. Nem 85 kilo, fullira van, 80 kilo van kitalálva, emelkedőn föl. Tehát azért mondom, hát ennyi. Tehát ez az egész ugye azért van, hogy amikor itt okoskodik valaki, hogy ő majd 100 ezeré vesz, egy bringet 100 ezeré nem veszel, de 200 ezeré veszel. Alap, ezek is alapbringek. Tehát ezt így nézegeted, akkor ez a sorrend. Na, a lényeg az, hogy tekerjetek. Hajrá!